Na, hello. Hát így néz ki most a fal. Így festés után, hát a szomszéd füvet nyír, úgyhogy ezt most nézzétek el nekem. Pedig vasárnap van, megjegyzem. És még őt akartam nektek megmutatni. Márhogy időközben csináltam egy ilyet is. Ezt egy fél óra volt összedugni, vagy még annyi se. Azért csináltam szökőkutat, mert hogy ott eredetileg volt egy cső, ami állt ki a földből, egy régi ilyen derítő aknának az előző csöve, vagy nem tudom mi volt az. És hát ott gondolkoztam rajta sokat, hogy hogyan tüntessem el, vagy csináljak belőle valamit, úgyhogy hát maradt meg egy csomó téglám, és hát így azokat így egymásra pakoltam, meg volt egy rossz fazekunk, vagy mi az lábas, és anyósoméktól kaptunk egy ilyen napelemes ilyen kis vízbugyogtatót. Most azért is mutatom ezt meg nektek, mert most még süt a nap, de később, hogyha beborul, akkor már nem fog bugyogni, mert csak akkor működik, amikor süt a nap. És akkor azt így belerakod a vízbe, és akkor lesz egy ilyen kis mini szökőkutat. Még annyi, hogy a vízbe raktam algaölőt, azért ilyen szép tiszta, mert amúgy hiába mozgatja a vizet, attól az még algásodni fog. De így jó, így tetszik. És akkor hát mégis így oldottam meg, hogy egy ilyen dekor elem legyen itt a kertbe. Na és akkor a falra visszatérve, majd még arra rákerülnek a kupolák, és akkor lesz végleges, már a szomszéd oldalát is megcsináltam. Hát a simítást azt még gyakorolnom kell, megmondom nektek őszintén. Pedig még előtte ilyen videókat is néztem YouTube-on, hogy hogyan célszerű simítani, meg hogy lehet a legfaszában megcsinálni, de az Istennek nem akart működni, pedig ilyen kurva türelmes ember vagyok. De valahogy mindig került bele csík. Úgyhogy meg már dörzsölgettem is, meg vettem külön ilyen simító lapátot, meg már minden anyám kínját csináltam vele, de az Istené nem akart ugye nagyon impozáns lenni. De ahhoz képest azért úgy, szerintem azt mondom, jobban néz ki, mint ahogy kinézett. Meg hát ez egy kinti fal végül is, ha bent lenne, akkor még küzdenék vele, de mivel ez így kint áll az udvaron, így annyira nagyon nem hat meg a dolog. Na szóval még megcsináljuk akkor a kupolákat, azt rápakoljuk, és akkor leszünk készen. Na, hello! Hát ilyen lett végül. Ráraktam a kupolákat is a falra. Hát amit hallottak a háttérben, hát a gyerkőcök közben kijöttek fürödni. Ott pancsiznak. Na de. Na szóval, hát ilyen lett a kupola. Annyi, hogy átkentem, megcsiszoláztam picit a kupolákat, mert ezek is ilyen borostyán alól előkapart 10 000 éves kupolák voltak. Volt egy kis lenolaj a pecuba. Úgyhogy felcsiszolgattam őket, meg egy kicsit átkenegettem, hogy legyen egy kis színe. Úgyhogy hát ilyen lett végül. Úgyhogy na, véget ért ez a mission is. Majd fog következni a következő mission, de most szerintem egy kis időre megpihenek, mert egy kicsit ez úgy elfárasztott. Nagyjából ez volt a terv, hát a simítás az lehetett volna szebb is, ezt megmondom nektek őszintén, de hát még nincs benne nagy rutinom, és akármit csináltam, nem akart az Istennek se csíkmentes lenni. De mivel ez egy ilyen kinti fal lesz, így az én céljaimnak ez így tökéletesen megfelel. Majd valamikor itt ezt a placot is feltöltjük betonnal, azt itt csinálunk egy terasz majd ilyen előtetővel, de az még odébb van, az már lehet inkább csak a jövő évi projekt lesz. Úgyhogy köszönöm szépen az eddigi megtekintéseket. Majd fogok csinálni egy long verziót is, hogyha netántán valaki az elejétől a végig akarja nézni, akkor úgy meg tudja tenni, és nem kell kattingatni. Úgyhogy találkozunk hamarosan egy újabb epizódba. Sziasztok!